Azért nem félünk, ha megindul is a föld, hegyek omlanak a tenger mélyére, a seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk. Kegyelem néktek, békesség és vigasztalás Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Végtisztességet tévő gyászoló gyülekezet. Egybe gyűltünk, hogy ebben a földi életben utolsó Isten hozzádot mondjunk dr. Lukács János György testvérünknek, akit élete 69. esztendejében szólított hazateremtő Istene. Egybe gyűltünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus halál fölött aratott győzelme számunkra a vigasztalást, megbékélést hozza el. Megrendültségünkben forduljunk Istenhez, énekeljük el megannyi nemzedék ősi zsoltárát, a református egyház himnuszát, a 90. zsoltárt annak első versével, de benned bíztunk, elejétől fogva. Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még semmi sem föld nem volt formálva, te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben. A mi segítségünk Istentől van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg Isten ígéjét, az élet üzenetét, amelynek alapján a vigasztalás, a hálaadás szavait kívánom hirdetni számotokra, hiszen van kiért, van miért hálát adnunk, és amelyen keresztül az emlékezést is hirdetem. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből olvasom a második rész harmadik és negyedik versét. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen küzd. Szeretett gyászoló testvéreim, amikor megtudtam a szomorú hírt, hogy főkapitány úr elment a földi valóságból, magam elé idéztem arcvonását, a ráoly jellemző testtartást, mosolyát, a vele folytatott oly sok értékes és értelmes beszélgetést, az engem is oly sokszor bátorító, segítő szavakat, akkor szinte azonnal a felolvasott igeversek kezdtek el dolgozni elmémben, mint amelyek csodálatosképpen összefoglalják az ő drága életét. Így e megszomorító órában Pál apostol bizonságtételét hoztam közétek. Pál apostol arra nézve, hogy a krisztusi Krisztushoz méltó életet ismertesse, sokszor használt különféle hasonlatokat. Ebben a részben is így tesz, amikor Timóteust a hű szolgatásra bíztatja. Három képet találunk e részben, amelyek mind arról beszélnek, hogy nekünk, embereknek, hogyan kellene ebben a földi valóságban élnünk, mint akik egyben Isten országának polgárai is vagyunk. A három képből kettőt, a sportolónak és a katonának a képét szeretném szívetekre helyezni, mint olyan képeket, amelyeken keresztül felidézhetjük elhunyt testvérünk életét, és amelyeken keresztül az ő életéért hálát is adhatunk. Olyan képek ezek ugyanis, amelyek a szó szoros értelmében és átvitt értelemben is sokat elárulnak az ő életéről. Az első hasonlat így szól, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba,
hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Elhunyt testvérünk életének egyik jellemzője ez volt. Rendőrként szolgálta hazáját, nemzetét, népét. Végigjárva a ranglétrát pontosan ismerte a legapróbb részletekig egy-egy beosztás nehézségeit és szépségeit. Szent volt számára a zászló, a haza, amelynek szolgálatára felesküdött. Esküjét soha meg nem szegve élt. Szerette, becsülte alárendeltjeit, értük mindent megtett. Jó vezető volt, aki tudott engedelmeskedni feletteseinek, és alárendeltjeit sem taposta el, hanem segítette őket. Az elmúlt napokban több rendőrrel is beszélgettem, és mindegyik kivétel nélkül úgy szólt róla, mint egy olyan emberről, akinek mindenkihez volt egy jó szava. Aki nem nézett le senkit, aki embernek tudta látni az embertársát. Pedig lett volna, mire büszke legyen. Szakmai téren, hiszen 20 esztendőn keresztül vezette megyénket rendőri vezetőként, nevéhez fűződik déli határaink biztonságának megteremtése, a határkerítés felépítése idején való egyáltalán nem könnyű helytállás levezénylése, és mindezt úgy végezte, hogy mi, civilek ebből szinte semmit nem éreztünk, nem láttunk abból a vízből semmit, ami közelített felénk. De ugyanezt éreztem benne lelki téren is. Tudta, hogy kihez tartozik. Tudta, hogy Urának, a Jézus Krisztusnak tartozik feltétlen engedelmességgel. Tudta, hogy kit szolgál. Erről tesz tanúbizonságot az, hogy első rendőri vezetőként Magyarországon együttműködést kezdeményezett a történelmi egyházak képviselőivel, imaszobát hozott létre a rendőrségen, adventben pedig lelki napokon segítette az állomány ünnepre készülődését. Hihetetlenül fontosnak látta és láttatta a lelki értékeket is. A Szeged Kálvin téri egyházközség tagjaként a Kakasos templomban megélte hitét hétről hétre drága feleségével együtt. Életének vezérigéje volt az az ige, amely egyházunk címerében található: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Nagyon szerette egyházunk himnuszát, az előbb énekelt 90. zsoltárt, sokszor idézte első sorát: de benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak. A tőlem kapott Bibliát is forgatta, időről időre rákérdezve egy-egy nehezebben érthető részére. Egyházunk anyagi terheinek hordozásából is részt vállalt, ezzel is megvalva azt, hogy a földi hierarchián túl egyetlen Urat, Istenünket szolgálja. A másik kép, amely ugyanúgy, mint az előző, egy mozaik darabkáját adja elhunyt testvérünk életének, a sportpályára viszel bennünket. Pál apostol az ókor nagy sportrendezvényén, az olimpián is járt, és ismerte pontosan az ókori játékokat. Levelében így tanít: ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A koszorú ebben az időszakban a győztesek jutalma volt. De a győzelem kevés volt a koszorú elnyeréséhez. A győzelmet nem lehetett bármilyen úton és módon megszerezni, a cél nem szentesítette az eszközöket. Lukács János is így küzdött a kézilabdapályán, magyar bajnokként Debrecenben és kétszeres kupagyőztesként Szegeden egyaránt, de így küzdött a hétköznapokban, munkájában és magánéletében egyaránt. A szabályokhoz ragaszkodva, azokat tiszteletben tartva, a világi és az isteni szabályokat és törvényeket egyaránt. India egy misszionáriusa mondta el egyszer valakiről a következőt: találkoztam egy igazi keresztény emberrel. 2 hete lakik nálam, de nem mondott még senkiről semmi rosszat, és magáról sem semmi jót. Főkapitány úr ilyen ember volt. Soha nem hallottam tőle senkire még egy rossz megjegyzés sem. Magát pedig soha nem helyezte előtérbe, nem állította piedesztára. Ebben is példa volt előttem.
családi életét is a rend, Isten jó rendje és a harmónia hatotta át. 1954. május 3-án adta az Úr az ő életét erre a világra, Hódmezővásárhelyen. Egyedüli gyermekként nevelkedett, szülei féltő gondoskodása közepette nőtt fel, egy igazán családcentrikus emberré. Hódmezővásárhelyen végezte általános és középiskolai tanulmányait, majd Szegeden szerzett diplomát az állami és jogtudományi karon. Gyermekek mellett tanulva végezte el a rendőrtiszti főiskola átképző szakát, és 1989-ben pedig még jogi szakvizsgát is tett. 1979-ben ismerkedett meg későbbi feleségével, Vikor Anikóval, testvérvárosok tornáján, akivel 1981-ben házasságot kötöttek. Békességben, szeretetben, kölcsönös tisztességben és tiszteletben éltek együtt, kitartva egymás mellett jóban és rosszban. Ahogy halál előtt néhány nappal megfogalmazta feleségének, szép életünk volt. 3 gyermeket kapott Istentől, 1982-ben Leventét, 1984-ben Lillát és 1986-ban Lórándot. Mindig mindent megtett gyermekeiért. Gyermekei előmenetelére mindig büszke volt, nagy-nagy szeretettel beszélt róluk, akár csak 2 drága unokájáról, a 2012-ben született Liliről és a 2014-ben született Lauráról, akikért gyakran járt el óvodánkba, megvallom, amikor láttam a nagy embert lehajolni a kisunokákhoz, megható volt az a gondoskodó szeretet, ahogy hozzájuk fordult. Szerette a zenét és a sportot, munkáját. Jó humorú ember volt, akivel lehetett együtt nevetni, együtt örülni. És mindezt úgy élte meg, hogy méltóság teljesen állt a földi élethez. Tavaly decemberben műtötték egy váratlanul jelentkező betegség következtében. Reménykedtünk, hogy köztünk marad még, hisz oly sok ember szívének volt kedves, ám Isten, hiszem, hogy nagyobb szenvedésektől megkímélve, szeptember 21-én hazahívta őt. Feleségét így vigasztalta: ne sírjál, Anikó, megcsináltuk, amit meg lehetett. Utalva arra, hogy a nekik adott időben jól élve, jól gazdálkodva távozik földi otthonából a mennyei hazába. Szeretett gyászoló testvéreim, van miért, és van kiért hálát adnunk, és a boldog feltámadás reménysége vigasztalhat bennünket. Mert a halál a nem hívő ember számára olyan, mint egy pont a mondat végén, amely azt jelenti, hogy a mondat le van zárva. A hívő ember számára azonban kettős pont, amely arra mutat, hogy valami lényeges, fontos majd csak ezután következik. Elköltözött testvérünk hitt abban, hogy van tovább. Hiszem, hogy amikor megkapta az utolsó parancsot élete urától, Istentől, elmondhatta Pállal együtt: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Így várja őt a hervadhatatlan koszorú, a győztesek koszorúja, azoké, akik mindvégig megállva kitartottak, az örök élet, a menny dicsősége. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, mély fájdalmunkban és gyászunkban, elhunyt testvérünk hamvai mellett vallomást teszünk szent színed előtt arról, hogy a halálnak és enyészetnek közelsége lelkileg mennyire lesújt és összetör bennünket. Nem találunk magunkban erőt, hogy ígéd szerint a láthatók helyett, amelyek megszomorítanak és elkeserítenek, a láthatatlanokra, a te szent ígéreteire tekintsünk. Tőled kérünk mennyei látást, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus halálon is győzedelmes ereje vigasztalás lehessen számunkra. Hadd láthassuk vigasztaló jelenléte által elhunyt testvérünket abban a kegyelemben, amelybe hisszük, hogy te befogadtad őt.
a búcsúvétel órájában fogadd el hálánkat azért, hogy áldásaidat elhunyt testvérünk életén át övéire, szűkebb és tágabb környezetére, szeretteire kiárasztottad. Szent lelked vigasztaló erejét kérjük azok számára, akiknek legfájdalmasabb a gyászuk. Így feleségére, Anikóra, gyermekeire, Leventére, Illára, Lorántra, unokáira, Lilire és Laurára, volt bajtársakra, csapattársakra, közeli és távoli rokonokra, barátokra, szomszédokra, ismerősökre, mindenkire, aki tisztelte, becsülte, ismerte és szerette őt. Könyörgünk, állj meg a gyászoldozó család mellett, és töröld le szemükről a fájdalom, a veszteség könnyeit. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Foglaljuk össze a mi lelkünknek könyörgését, imádkozzunk együtt és fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, amikor ők maguk már nincsenek köztünk. Ezek a fények csillognak különösen, ha sötét az éjjel. Mutatják az utat az embernek. Tisztelt gyászoló család, rokonok, barátok, volt munkatársak, pályatársak, ismerősök. Mélyen megrendülve állunk a magyar rendőrség halottja, a Csongrád család megyei rendőrfőkapitányság egykori vezetője, dr. Lukács János nyugállományú rendőrvezérőr nagy ravatalánál. Fájdalmas veszteség ért bennünket, hiszen halálával egy olyan személyiség távozott el közülünk, aki nagy tiszteletnek és elismerésnek örvendett, és akinek élete, szakmai pályafutása méltán szolgálhat példaként az eljövendő generációk számára. A végső búcsú keserű órájában a részvét, a szomorúság lett úrrá rajtunk, az elmúlás könyörtelen valósága könnyet csal szemünkbe. Nehéz felfogni a felfoghatatlan, hogy aki volt, nincs többé. De mégis, hiszen itt maradtak szerettei, barátai, munkatársai, kedves ismerősei, akik emlékeiben tovább él. Munkássága, amellyel elvitathatatlan érdemeket hagyott maga után, és amely történelmi táblatokból is meghatározó színfoltja marad a szakma és a régió élettörténetének. A gyászszertartás szomorú perceiben vezérőrnagy úr szakmai életútját felidézve nehéz lenne felsorolni mindazt a sok erőfeszítést, amit a bűn üldözéséért, a biztonságos élettérért tett, és mindazt a sok díjat, kitüntetést, amelyeket ezen törekvések elismeréseként kapott. Kapcsolata a rendőrséggel 50 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor is a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányságon 1977-ig polgári alkalmazottként dolgozott. Megyénkben 5 esztendővel később, 1982. október 1-én kezdte rendőri pályafutását a Szegedi Városi és Járási Rendőrkapitányság vizsgálójaként. Nem sokkal később csoportvezető, majd 1985. július 1-től a rendőrfőkapitányság vizsgálati osztályán kiemelt fővizsgálóként oldotta meg és tette vádképessé az ügyeket. Precizitásának, elhivatottságának, kiemelkedő képességeinek köszönhetően hamarosan már az osztályt vezette, 1991. augusztus 1-től pedig a főkapitányság vezetőjének bűnügyi helyettese, majd bűnügyi igazgatója lett.
6 esztendővel később, 1997. augusztus 1-től egészen nyugállományba vonulásáig 20 éven keresztül volt a délalföldi megyénk főkapitányságának első embere. Regnálása idején jelentős szerepet töltött be Csongrád megye közbiztonságának, közrendjének megőrzésében, később a határainkra nehezedő migrációs nyomás kezelésében. Az irányítása alatt álló rendőri állomány szakszerű és összehangolt munkájával biztosította nem csak a szűkebb régiónk, de hazánk és az Európai Unió lakosságának biztonságát is. Az eredményes munkát az együttműködésben látta azon szervezetekkel, akiket a rendőrségéhez hasonló célok motiválnak. Ennek égisze alatt kiváló kapcsolatot alakított ki a társszervekkel, a megyei és települési önkormányzatokkal, a polgárőrszövetséggel, a rendőrség illetékességi területén működő civil szervezetekkel. Az együttműködés ápolása az országhatáron túlra is átnyúlt. A rendőri munka sajátosságait tanulmányozta Nyugat-Európa több országában, sőt, még az Amerikai Egyesült Államokban is. A határon átnyúló bűnözés megelőzése és hatékony felderítése érdekében nagy hangsúlyt fektetett a határmenti összefogásra mind a szerb, mind pedig a román szomszédos rendőri szervekkel, melynek köszönhetően több súlyos, a lakosság részéről kiemelt figyelemmel kísért jogsértő cselekményt is sikerült felderíteni és megnyugtatóan rendezni. Munkássága során elért ismereteit az oktatás és a tudomány területén is kamatoztatta. Tudományos munkatársa, külső előadója volt a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara büntetőjogi és büntető eljárásjogi tanszékének, 2012-től, mint címzetes egyetemi docens gyarapította a leendő jogászok ifjú generációjának ismereteit. Elnöke volt a Jogi Kar Záróvizsgabizottságának és tagja a Jogi Szakvizsgabizottságnak is. Részt vett a Magyar Jogászegylet Csongrád megyei szervezetének és a Magyar Kriminológiai Társaság Dél-Magyarországi regionális szekciójának elnökségi munkájában. A Belügyi Szemle című folyóirat szerkesztőbizottságának tagjaként több értekezése is megjelent, hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadásokat bűnügyi kutatásainak eredményeiről. Áldozatos tevékenységét, eredményes szakmai munkáját számos alkalommal elismerték, csak néhányat közülük kiemelve. Magyarország belügyminisztere 1998-ban rendőrségi főtanácsosi címet, 2012-ben vezetői kategóriában az év rendőre miniszteri díjat, majd egy évvel később a Szent György érdemjelet adományozta részére. A honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő munkájáért pedig a honvédelmi minisztertől a szolgálati érdemjel aranyfokozatát vehette át. Hosszú időn keresztül végzett magas szintű vezetői munkája elismeréseként a köztársasági elnök 2002-ben rendőrdandártábornokká nevezte ki, 3 évvel később pedig a köztársasági érdemrend lovak keresztjét adományozta részére. Nyugdíjba vonulását megelőzően 2017-ben rendőrvezér őrnaggyá léptette elő, valamint pályájának méltó befejezéseként a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt katonai fokozat elismerésben részesítette. A megye lakossága biztonságérzetének javítása, az élhető biztonság érdekében tett erőfeszítéseit a Csongrád megyei közgyűlés 2014-ben díszpolgári címmel ismerte el. Rendőrnek lenni hivatás és szakma is egyben, amely minden pillanatában felelősséget keletkeztet, vallotta. Ezen értékek mentén a rá jellemző szakmai alázattal végezte a mindennapok során feladatait. Magas szintű szakmai elvárást támasztott nem csak az állománya, de saját magával szemben is, hogy a mottójaként megfogalmazott törvényes, szakszerű és tisztességes munka az itt élő emberek legjavát szolgálja. Vezérőrnagy úr gyakran emlegette, hogy minden sikeres férfi mögött egy erős asszony áll. Saját tapasztalata is alátámasztotta ezt a nézetet, hiszen felesége, családja megadták neki azt a biztonságos hátteret,
amely lehetővé tette, hogy munkáját ilyen magas színvonalon tudja végezni. Az említettek mellett felidéződnek bennünk azok a pillanatok is, amikor magas intelligenciáról tanúskodó humorával, kultikus magyar filme klasszikussá vált dialógusainak felidézésével tette színesebbé, egyben szemléletesebbé mondatait. Tartalmas élete fontos részét képezte a sport és a zene iránti szeretet. Kézilabdázóként a debreceni csapattal magyar bajnok volt, majd a PIK Szeged jogelődjével, a Szegedi Volánnal bajnoki bronzérmes és kétszeres kupa győztes lett. Az aktív sportéveket követően a rendőri munka mellett is rendszeresen sportol. Nyugdíjba vonulását követően csupán alig 5 év adatott meg számára, hogy szerető családja körében élvezhesse a jól megérdemelt pihenést. A több mint 35 évig tartó eredményes, elhivatott szakmai munkája, áldozatos vezetői tevékenysége elismeréseként, végtisztességként az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője, dr. Lukács János nyugállományú rendőrvezérőrnagyurat a rendőrség halottjává nyilvánította. Búcsúzik tőle a belügyminisztérium vezetése, munkatársai, az Országos Rendőrfőkapitányság vezetése, valamint teljes személyi állománya, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság vezetése és állománya, az ország megyei rendőrfőkapitányságai, volt kollégái és a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés tagjai. Kedvenc zenekara az Illés Együttes egyik szerzeményének néhány sorával zárom gondolataim. Már nem változom, rám ne várjatok. Oly fáradt vagyok. Feladom a harcot, feladom az álmot. Isten önnel vezérő nagy úr, megtisztelő, hogy a munkatársai lehetünk. És azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy sporttársaim nevében kedves barátunktól, Lukács Jánostól az utolsó útját elbúcsúzzam. 1975. októberében a Szegedi Volán megnyerte a férfi magyar másodosztály bajnokságát, és feljutott elsőként, szegedi kézlabdázóként az első osztályba. Ugyanebben az évben debreceni Dózsa lett a férfi magyar bajnok, és ebben a csapatban játszott Lukács János. A csapatot fémjelezte régi barátja, Süvöltős Mihály. Az én edzői feladatom között szerepelt egy jövőbeli stabil együttes csapat kialakítása, ezért Lukács János a listánk elején szerepelt. Ami még előnyösebb helyzetbe helyezte, hogy a szegedi jogi karra felvételt nyert. Ez 1976-ban történt, innen kezdődött 8 éves megszakítás nélküli menetelése a szegedi kézlabdában, mint játékos a Szegedi Volán SC-ben. Ez idő alatt, mint edző és mint sportvezető módonban állt megismerni kiváló sportolói emberi tulajdonságait, becsületes, nagy küzdő, soha fel nem adó játékos volt. Búcsúznak tőle sporttársai, akik oly sok nagy sikert ért el, a kétszeres magyar kupa győzelem, többszörös bronzérem, Bartolos Zoltán, Farkas József, Lesti István, Tamás Sándor, Udai Ferenc, Oláh Béla, Barát János, Lele Ambrus, Várhegyi Ferenc, Dobó Károly, Várkonyi Béla, Szabadi Zoltán, Tenke Endre, Sándor Imre, Combos Sándor, Borosgyevi László, elnézést, ha valakit kifelejtettem. Lukács János 1992-től 2004-ig a Tiszavalán SC elnökségi tagjaként sporttársam volt, és ez alatt kapcsolatunk Szikla Szilárd barátsága alakult. Ebben az időszakban nőtt ki a Volán második nagy generációja, már PIK Szeged néven, amely magyar bajnok és kupagyőztes lett. Ő nagyon sokat segített minden játékosnak, amit gondolom nem felejtenek el. Teljes bizonyossággal mondhatom, és példaképpen említettem, hogy sport szeretete a családon belül is érvényesült,
hisz mindhárom gyermeke országos szintű eredményekkel dicsekedhet, de ugyanezt mondhatom munka szeretetére, amiről előbb hallottunk szép kiemeléseket. Végül, de nem utolsó sorban a családja iránt mély és őszinte szeretetét kell kiemelnem, amelyben hű és méltó társa volt Anikó. Ezekből a tulajdonságokból állt össze életszemlélete, tudása, morálja, ezért az én szemben ő. Egy igazi ember, mint családapa, mint munkatárs, mint játék. Csak megismételni tudom, amit Pál apostol búcsolevélnek szép szavait, ama nemes harcomat megharcoltam, futásomat elvégeztem, hitemet megtartottam. Égj veled, János, Jani, Luxi, kedves barátunk, nyugodj békében! Dude!